Sziasztok, Abby Lewis vagyok, Amerikából jöttem, és a mai videóban válaszolok a kérdéseitekre. Mielőtt belekezdek, válaszolok, hogy melyik történet volt a hamis történet a legutóbbi videómban, aminek az a címe, hogy üldözött egy medve. Úgyhogy ha ezt nem néztetek még meg, akkor menjetek, nézzetek meg, és utána gyertek vissza, mert most fogom elmondani, és akkor nem lesz annyira izgi, ha most tudjátok meg, mielőtt a másikat néztetek. Úgyhogy az volt a hamis történet, hogy a lovagolás, amikor eltöltem a karomat, és be kellett vinniük a kórházba, az nem igaz történet. Volt többször is, hogy lovagoltam, és elfutott velem a ló, az történt velem gyerekkoromban, de sohasem történt velem komolyabb baleset a lovagolás közben, és sohasem törtem össze a karomat sem. Úgyhogy az nem volt igaz. Köszönöm szépen, hogy tippeltetek, odaírtatok, hogy szerintetek melyik volt. Nagyon érdekes volt olvasni, hogy nagyon sokan, hogy mit gondoltatok, hogy melyik volt a hazugság. És megértem egyébként, mert tényleg hihetetlen történetek ezek, de ilyen egy vidéki élet Tennessee-ben, akkor ezek szerint. Na, szóval válaszolok a kérdéseitekre, nem fogom jutni mindegyikhez ebben a videóban, de igyekszem több videót csinálni, ahol próbálok minden kérdésre válaszolni. Az első kérdés az a Gábor nép Hulajtól jött, és ne haragudjatok, előre is mondom, hogyha nem mondom jól a neveket, akkor bocsánatot kérek, vagy elnézést kérek, próbálom, igyekszem. Szóval Gábor né Hulaj, szia, tetszett a bemutatkozásod? Igen, hogyan tanultál meg ilyen jól magyarul? Mivel foglalkozol? Szóval ebben van két kérdés. Az első az azt, hogy hogyan tanultam meg ilyen jól magyarul, és akkor elmondom, hogy nagyon sok tényezős volt. Először is Istennek hálát adok, mert ő is segített ebben, sok csodát tett az életembe, hogy ezt a nyelvet megtanuljam. Arról mesélek is többször, meg meséltem már szerintem egy-kétszer a videókban. Szóval először azt mondanám, hogy Istentől jött ez az egész, de az is igaz, hogy nagyon-nagyon sok munkát fektettem bele. Volt egy no English rule, egy nem beszélhetek angolul szabályom, és akkor a magyarokkal próbáltam inkább csendben maradni, ha nem tudtam, hogy mit szóljak, vagy nem értettem, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy megtanuljam a nyelvet. Úgyhogy ha próbáltak hozzám szólni magyarul, akkor legtöbbször azt mondtam inkább, hogy hát bocsi, de nem beszélek angolul, és akkor inkább magyarul beszéltek hozzám. És akkor először nevettek ezen, hogy hát mi ez, hogy nem beszél angolul, aztán rájöttek, hogy komolyan gondolom, nem fogom angolul beszélni velük. Úgyhogy sok mindenkivel megtettem, egy-két kivétellel, de legtöbbször azt tettem meg, hogy nem beszéltem velük angolul. Azon felül megjártam egy-két magyar tanárhoz, a szabadidőmben mindig tanultam új szavakat, kifejezéseket, barátaimtól is sokat tanultam, és kétszer jártam egy nyári egyetemi programra, az ELTE egyetemre Budapesten. Kétszer volt, két év egymás után ilyen nyári programokra jártam, és megtanultam a nyelvtant is, meg ott sokat fejlődtem, nagyon hálás vagyok azért, hogy oda mehettem. Úgyhogy ilyen módokon tanultam, és körülbelül két év alatt sikerült ennyire jól szinten beszélni. Meg volt egy magyar barátom, az ő családjával is beszéltem magyarul, úgyhogy nagyon sok lehetőségem volt gyakorolni. Egy idős nénivel is laktam a nyáron Tatabányán, vele is sokat tudtam gyakorolni, mert nem beszélt angolul. Szóval nagyon sok helyzetbe raktam magamat direkt, ahol nem tudtam angolul használni, vagy nem használtam akkor is, ha tudtam volna. Mivel foglalkozol? Hát én accent and vocal coach, kiejtés
coach vagy kiejtési javítás vállalok, meg énektanár is vagyok, úgyhogy magánórákat adok, és a Sing Like a Native a csatornám, ami az egyik angol nyelvű csatornám, azt nemrég kezdtem el, az a vállalkozásomnak a YouTube csatornája, és akkor azt csinálom teljes állásban igazából, úgyhogy próbálok arra is gyártani több tartalmat, és hát köszönöm szépen a kérdést. A következő kérdés az a Zoltán Babil, azt hiszem, Babli, bocsi, innen nem látom annyira jól a jegyzeteimet. Neked milyen márkájú autód van, és milyen színű? Szeretném tudni, mert én is szeretem az autókat. Hát, Zoltán, köszönöm a kérdést, de nincsen autóm. Budapesten élek, és itt nincs arra szükségem. Amikor meg kint voltunk Amerikába, akkor kölcsön kértünk mindig autókat az emberektől, a barátaimtól, vagy a családomtól. De elmondom, hogy milyen autóm volt legutóbb, vagyis mindegyik autóról mesélek akkor, ha már belemegyünk. Az első autóm 18 évesen vett meg nekem apukám, az 1985-ös Mercedes volt, ami nagyon ilyen drágának hangzik, de képzeljétek el, hogy csak 600 dollárért vette meg nekem azt az autót, úgyhogy nagyon jól tud alkudni, meg hát használtan, eléggé használtan vette. Azt nagyon szerettem vezetni, de nagyon sok benzint fogyasztott, úgyhogy nem volt annyira jó. Aztán volt egy Mazda márkájú autóm, egy manuális manuális váltó, és az nagyon nehéz volt megtanulni, hogy azt hogyan kell vezetni, mert a Mercedes az meg automata váltás volt, váltós volt. És akkor azután a legutóbbi autóm egy Nissan Altima volt, ami 1992-es, azt hiszem, vagy 99-es, nem tudom, valamikor a 90-es években. És akkor az volt a legutóbbi, de na, szóval azóta nincsen, mert nincs rá szükség. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést. Ágnes Balassától jött a következő kérdés. Szabad kérdezni, hogy te Amerikában születtél? Milyen kötődésed van Magyarországhoz? Köszönöm szépen a kérdést. Hát igen, én Amerikában születtem, Nashville, Tennessee-ben, a Tennessee állam. Nashville a zeneiparnak az egyik fővárosa. A világon, meg Amerikában nagyon híres a zeneváros igazából, és ott születtem. Milyen kötődésem van Magyarországhoz? Hát mielőtt jöttem Magyarországra, nem volt semmi kötődésem hozzá, azon kívül, hogy azért jöttem, mert itt van egy bibliai iskola, és a kinti gyülekezetem Amerikában azt hirdette, hogy van egy nyári programjuk, a Vision for Life-nak hívták, és akkor arra mentem tanulni, felfedezni, hogy Istennek mi a terve az életemnek. Sok időt töltöttünk egyedül, de sok program is volt, utaztunk, meg tanultunk a Bibliáról, úgyhogy igazából úgy jutottam ide, azután meg elmondom, talán egy másik videóban, hogy részletesebben, hogy jutottam odáig, hogy itt maradjak, de isteni elhívást éreztem, hogy itt maradjak, úgyhogy körülbelül 13 éve itt vagyok. Következő kérdés, István Nagy, az a kérdés, hogy Abi, mit szoktál főzni? István, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Én növényi alapú diétát követek, úgyhogy én vegán kajákat szoktam főzni elsősorban, ilyen kókusztejes, körís, tofus fajta cuccok, vagy minden, ami zöldség igazából. De az egy ilyen nemrég alakult ki, úgyhogy azelőtt nagyon, nem tudom, nagyon húsevők voltunk, és
magyar kajákat is főztem, meg ilyen ázsiai kajákat is, meg néha amerikai kajákat is főztem. Úgyhogy a magyar kajákból a csirkepaprikás a kedvencem, meg a lecsó. Azt mondanám, hogy az a kettő a kedvencem. Amerikai kajákból meg kifejezetten van egy olyan, ami a déli részből jön, ez a macaroni and cheese, meg ilyen főtt zöldségek, meg krumplipüré, meg rántott csirke, meg ilyen komfort kajákat szeretek főzni, ha ilyen amerikai kajákat fogok. De elsősorban sütni szeretek leginkább, úgyhogy palacsintát, banánkenyeret, kekszet, muffint, ilyenfajta dolgokat nagyon szeretek sütni, és lehet, hogy megmutatok majd egyszer nektek egy pár receptet, és úgyhogy köszönöm a kérdést. És azt hiszem, hogy most ennyi. Majd a következő videóban válaszolok még kérdésekre, mert egy csomó érdekes kérdés volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy néztetek, és ha van még kérdésetek, amire szeretnétek, hogy válaszoljak majd egy másik videóban, akkor szóljatok hozzá, hogy milyen kérdéseitek vannak. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, és majd a következő videóban találkozunk. Köszönöm szépen, és sziasztok!